most már a Palotavárosban is átérezhetjük a karácsonyi hangulatot, ugyanis a György Oszkár téren megnyitotta kapuit az adventi vásár. Az ünnepi díszbe öltöztetett téren a Vegyél Fejért csoport árusaival találkozhatunk, akiknek céljuk, hogy a Fejérvár megyei termelők, kézművesek termékeit népszerűsítsék. A székesfehérvári Vasvári Pál általános iskola előtti téren a vásár megnyitóján az iskola igazgatója Lackó Gábor köszöntötte a látogatókat, majd a negyedik osztályosok rövid énekes-táncos műsorát láthatták a megjelentek. Viza Attila önkormányzati képviselő fontosnak tartja, hogy a városrész közösségének is legyen egy saját helyszíne, ahol az emberek fel tudnak töltődni az adventi időszak szeretetével. Nagy örömömre szolgál, hogy végre Palotavárosban is meg tudtuk rendezni azt az advent ünnepséget, amely a Vegyél Fejér kampányon belül olyan kézműveseknek adhatott lehetőséget itt a téren értékesíteni a portikájukat, akik nem találtak más lehetőséget. Az általános iskolát, a Vasvári Pál általános iskolának szeretnék köszönetet mondani, illetve a felkészítő tanároknak, hogy a gyermekek műsorát előkészítették és betanították. Én úgy gondolom, hogy ha körülnézünk, hogy első adventi műsornak Palotavárosban, szerintem nagyon jól sikerült, reményeink szerint majd tovább is tudjuk folytatni. A megnyitón a látogatók Jimmy és Nika zenés produkcióját, valamint Váradi Eszter, Sára és Keller János karácsonyi dalokból álló műsorát is láthatták, hallhatták. A vásárba Olaf, Miki egér és Mini egér is ellátogatott a meseszerető gyerekek legnagyobb örömére.